Erre jó egy televíziós közvetítés. Azt már megtudtuk Luke Petersről, hogy Eminem számra jön be, és van két fia, meg egy felesége. Így van. Minden további a mérkőzésen. Így van. Egyébként pályafutása során három komolyabb tornagyőzelmet mondhat magáénak. Az egyik az még 2019-ben mondjuk csapat volt, a 2019-es WDF World Cup, amit Romániában tartottak. Ott ugye a holland válogatott tagjaként az összesített világkupa címet megszerezte a holland válogatott. Ezen kívül 2021-ben nyert egy Challenge Tour fordulót Niedernhausenben, és hát idén megszerezte a Q-School-on a Tourcardot, tehát ez neki az első PDC tagként letöltött szezonja itt a profi dárcosok között. Azért ez komoly nyugalmat kölcsönöz egy versenyzőnek, nem? Ha ott van az a kis kártya a farzsebben. Hát nem csak az, hogy nyugalmat tud kölcsönözni, hanem a lehetőségét annak, hogy minden egyes Players Championship fordulóra elmenni, a legnagyobb nevekkel találkozni, játszani ellenük, fejlődni, ilyen versenyekre eljutni, és hát nyilván ez a szponzoráció szempontjából sem egy hátrányos dolog. Azért láthatjuk, hogy bár Peters sincsen azért elhalmozva olyan hú de sok szponzorral, de lényegesen több van neki, mint amennyi Penholnak a mezén feltűnik. Ami viszont biztos, hogy Penhol fogja kezdeni a találkozót. És az is biztos, hogy április 1-én, és ez nem egy tréfa, legyőzte Joe Calent 6-5-re egy Players Championship fordulóban Darren Penhall. Igen, ez ugye úgy volt lehetséges, hogy Penholnak nincsen turkárgya. Ez úgy volt lehetséges, hogy ő, mivel nem volt meg a 128-as mezőny a turkárdos játékosokból, ezért meghívást kapnak ilyenkor azok a játékosok, akik a különböző Challenge Tourokon jó eredményt érnek el, és hát így kerülhetett oda Darren Penhall is. Annyian indulnak egy ilyen Players Championship fordulóban? Az mind, a Players Championship az minden egyes alkalommal 128-as mezőny. Mert ugye itt alapvetően 48-an indulnának, ugye egy kiesett. És egyébként a lebonyolítási szisztémája is hasonló, hiszen ugyanúgy 6 nyertlegig mennek, mint itt a European Tourokon, kivéve az elődöntő döntőnél, ahol már megemelkedik a legszám. Annyi a különbség, hogy azt ugye nem színpadon játsszák, és ott egy nap alatt lejátszanak egy versenyt. Tehát ott elindulnak 128-an, nap végére egy ember fog maradni. Ennek a European Tour sorozatnak azért nagyobb presztízse van. Nyilván. Ugye 13 állomásból áll, 10 éve rendezik meg ezeket a versenyeket, és hála Istennek úgy tűnik, hogy ebben az esztendőben meg lehet rendezni minden versenyt, a budapestit is majd szeptember elején. Így van, egyébként maga a European Darts Open az egyik legrégebbi, hiszen ez a verseny már a 2012-es European Tour indulásakor is a program részét képezte. Ez volt egyébként a harmadik torna, amit annó megrendeztek. Az elsőt azt még 2012. július 6 és 8 között, akkor még Düsseldorfban a Maritim Hotelben tartották. Jön Penhall, 160-ról, jön megvan a tripla 20. Az alá. Most ez nem lesz meg. Peters pedig büntethet hátsó pályáról. Nem, alá fölé. Nincsen tripla. 20, dupla 20 Penhallnak. Tarthatja a kezdését az angol. Kicsit kiemelte, de még ott bőven van hely. És az van, bizony. 1-0-ra vezet Penhall. A Smooth Operator, ez a beceneve Penhallnak, ez egy sáde számnak volt a címe. Így van. Ha jól emlékszem. Jó, meglepő, hogy nem arra vonult be. Nem arra vonult be. Nem. Mert mondjuk arra, de arra el is lehetne akár aludni, úgyhogy szerintem jobb is, hogy nem arra vonult be. Hát lehet, hogy a győzelem után arra alszik el a szállodai szobájában. Aki itt győz, ugye majd Luke Humphreys-zal csaphat össze, az már egy más kávéház. Így van, de hát láthatjuk, hogy mennyire hullámzó tud lenni ez a történet, hiszen Humphreys április közepén ugye megnyerte a European Tour fordulót, majd április végén rögtön a második körben, ami számára az első mérkőzés jelentette, rögtön kiesett, úgyhogy egyszer fent, egyszer lent. Ezért szép játék ez a sport.
Egy tripla jön Petersnek, ez egy százas. Összesen 7 német helyszín van, ugye Riezában kezdtek, aztán Hildesheim, München és most Leverkusen. Mennek majd még Trierbe, mennek Stuttgartba és mennek Jénába is. De minket talán a legjobban az érdekel, hogy jönnek majd Budapestre. Másodszor így van. Ugyanúgy, mint tavaly a Papp László Sport Aréna lesz a helyszín? Nem tudni. Nincsen még hivatalos. És addig, amíg ezt nem jelentik be a szervezők, addig én sem szeretnék találkozásokba bocsátkozni. De Budapest az biztos nem küldik. Az tuti fix. 61-re maradt közben Benhol. Petersnek 153-at kellett volna megoldani ahhoz, hogy tartsa a kezdését. Így viszont nagyon könnyen összejöhet egy break. Ez 45 mindössze. 25-ös, megvan, dupla 18-ra kettő nyíl. Megcsinálja. Nem kell több. 14 nyilas játékkal, 2-0-ra vezet Darren Penhall. Én azt mondom, hogy most tartsunk egy rövid szünetet, és akkor visszajövünk a meccs hajrájára. Darren Yurikoa, 121. Ismét itt vagyunk, 3-0-ra vezet Darren Penhall, méghozzá nem akárhogyan, ugye Zsolt az előzőleg, hogy is alakult? 12 nyilas játék, 138-as kiszállóval. Egyébként zseniálisan játszik ő is, de nem rosszul a holland. Bizony, viszont most nincsen meg a kiszálló. Ó, a kisfia már örült neki, szegény. Jön megint Penhall bácsi. Megvan a 9-es kerekítő, dupla 8-ra kettő nyíl. 4-es. És az a hely. 4-0.
Hát azért meglepődnék, ha itt is egy söprés lenne, mint az első meccsen. Szóval elképesztően jól játszik Penhold, de a hollandnak az átlaga is rendben van, ez a 96,8 tized. Így van, egyelőre egyébként kísértetiesen hasonlít az előző mérkőzésre, olyan szempontból, hogy összességében Mickey Mansell 94,58-as átlaggal volt képes 6-0-ra kikapni. De például egy kicsit eszembe jut a múlt heti verseny, ahol Dietmar Burger is 94 körüli átlaggal kapott egy 6-0-át, de hát eszembe jut akár a Hungarian Darsof is, ahol Stibik Péter 90 fölötti kör átlaggal kapott szintén egy 6-0-át ugye Rosmisztől. Tehát sajnos vannak ilyen szituációk, amikor jól játszik valaki, és egyszerűen annyival jobban tud az ellenfél időzíteni, annyival jobban jönnek neki, már lélektanilag jobban jönnek neki a nagy dobások, hogy egyszerűen ilyen szinten ki tud nyílni az olló két játékos között, még akkor is, hogyha egyébként a játék színvonalban nincsen ekkora különbség. Bizony. Hát sőt, ugye most jelen pillanatban Darren Penhall átlaga valamivel 100 alatti, viszont a kiszállózása az félelmetesen jó, 6/4-es. És megnyugtató az előnye, ő is kezdte ezt a leget. Tehát megvan ám Peterson a nyomás. 96. Igen, és ezért vagyok most én, megmondom őszintén, hogy nyugodt, váltani kell 18-asra. És nem váltott át, ez azért rizikó volt, hiszen szimpla 20-al nem lett volna kiszálló Penhall. Jönnek a triplák. 140. Tehát azért vagyok én egy picit nyugodt, hogy nem fogadtam a mérkőzésre, mert én ezt a meccset lazán odaadtam volna Petersnek, és ehhez képest... Látod? Hát most Penhall táncolna az idegeimen, az biztos. Így szerencsére nem, így csak élvezem azt, hogy fantasztikusan játszanak mind a ketten, és azért remélem, hogy Peters is fel tud iratkozni az eredményezőre. Például egy 124-essel? Ó, szektor hiba. 13-assal megvan pedig a 40 pont. Már érett az első Peters leg. Igen, és nehogy most az legyen, hogy Penhall hozza ugyanúgy azt a 67%-os kiszállózást, ami eddig a meccsen jellemezte őt. Dupla 12. Még egy nyíl oda. Ez igen. Jó volt az a vezető nyíl, és a harmadikkal megcsinálja. Nem tud hibázni Darren Penhall. 63%-kal dobja a kiszállózt eddig a mérkőzésen, egészen elképesztő teljesítmény. Őrület, de tényleg. Szóval jön egy ilyen ember ide, egy Darren Penhall, akit szinte alig tudtunk valamit. És... Tényleg, az igazi sötét ló. Még az öltözéke igen, is, full igen. Fekete. 180! És tovább javít. És kellenek ilyen figurák ebbe a mezőnyben, nagyon kellenek. Tripla egy csak Petersnek, egyébként 7 holland van. Öten az első nap lépnek már a tábla elé, két kiemelt pedig Van Gerwen, illetve Döjvenbode. Nincsen meg az ötödik nyíl. 140. Hát úgy tűnik, hogy Penholnak jót tesznek ezek a Jupiter lámpák, meg a közönség. Egyszerűen pazar, amit csinál. És nagyon közel kerül ahhoz, hogy be is fejezze a találkozót. Ez szerintem így be is fogja, hiszen Peters mindössze 40-et dobott. Tehát jelen pillanatban úgy állunk, hogy Penholnak jönnek a triplák, Peters 180-nal sem fog kiszállóra kerülni. Tehát innentől számítva is biztosan 6 nyila van Penholnak, hogy ezt a 81-et befejezze. Így meg aztán főleg. Nyugodtan dobhat Penhall. 19-essel kell kezdeni. Jön-e a tripla? Na. Jön. Miért ne jönne? Meccsnyilag dupla 12-re. Még most egy picit fölötte van. Az is. Viszont semmi újabb probléma. Három nyíra lesz még lehetősége. Igen. Peters elveszítette már a hitét is szerintem. Egy tripla jön, de hát... Kerekít kiszállóra, marad a 170 pont. Maradott. Meccsinak újra Penholnál. No. Kicsit jobbra. És az már benne helyén. Van. Tökéletes. A végén egy 14 nyilas játékkal, összességében 100,2 tizedes átlaggal, ami kereken 15 nyilas kör átlagot jelent, és 50%-os kiszállózással Darren Penhall ott van a második fordulóban. Én úgy gondolom, hogy ez már önmagában elég nagy meglepetés.
tényleg abszolút sötétlóként érkezett. Luke Humphries várja, te eltűnt a holnapi napon. Szegény Peters família, hamarosan folytatjuk.